Az iskola énekkara nyitotta meg a tavaszköszöntő ünnepséget a görögkatolikus iskolában. A tavaszköszöntőt 14. alkalommal tartották meg helyi civil szervezetekkel együtt. Az iskola nyitott az ilyen kezdeményezésre. Az idén az egészséges életmód, a lelki és testi egészség megőrzése volt a rendezvény témája. Az egészséggel való törődést meg kell tanítani a gyerekekkel, vélik a szervezők. A mintát a család nyújtja, de szemléletformálásra van lehetőség az iskolákban is. A menza reformnak köszönhetően például egészségesebben étkeznek a gyerekek. Mi intézmény abban tudunk még segíteni, van egy nagyon jó konyhánk, ami úgy gondolom, hogy a régióban azt nem mondom, hogy a legjobban főző, mert ez elfogultság lenne, de a legmodernebb konyha, és olaj nélkül, tehát olyan technológiákkal készülnek az ételek, amik valóban egészségesek, 10 óraira, uzsonnára, teljes kiérülésű péksüteményeket kapnak, tehát figyelünk arra, hogy valóban egészséges ételeket a szellemi táplálék mellett egészséges testi táplálékokat is kapjanak. Az egészség Isten ajándéka, emelte ki előadásában Kovács Csaba lelkész, aki elmondta, ma már a tudomány is alátámasztja, hogy az egészségünk megtartásáért a lelkünk is felelős. A mai rohanó társadalomban jellemző a stressz, a kevés pihenés, szükség van a lélekkel való törődésre.